Üdvözlöm a nyugat.hu olvasóit! Hétfőn jelent meg egy szombathelyi beteg panaszos level az egyik kórházügyekkel foglalkozó blogon, amit egyébként mi is átvettünk, és a tegnapi napon jelent meg a nyugat.hu ennek a levélnek a kivonata. Gecse Ferencné Zsuzsa arra panaszkodott, hogy műtét közben, amíg urológiai műtétet végeztek rajta, az ágyhoz tartozó egyik ilyen elektromos párna az egyik lábát megrázta, a másikon pedig égési sebeket okozott. De az esetet most elmeséli ő maga. Amikor az embert beviszik a műtőbe, ráteszik az ágyra, ugye van az a két lábtartó, amire fel kell pakolni a lábakat. Én negyedszer vagyok, harmadjára vagyok műtve, de én azt soha nem tudtam, hogy ott azokban a lábtartókban ilyen 3,5 centis, 3 réteges villanypárna van. Soha. Ez egy olyan 3 centi széles volt, 5 centi hosszú volt égés. Hogy meg tudjam mutatni, most még jelen pillanatban erre várunk, erre a felső sebre, hogy kijöjjön, és itt van a vége. És ez mitől? Ez az a párna égette be, a széle, a párnának a széle, mert szerintem azért már egy pár, mert volt már olyan műtétem, ami érzéstelenítéssel történt, tehát akkor magamnál voltam, szerintem még nyomta a műtős a lábamat arra kifele. Ennek a villanypárnának egyébként milyen szerepe van? Nem mondták meg. Én megkérdeztem, hogy főorvos úr, az most trombózis megelőzésére van, vagy mi a kütyűjére? Itt be, ott ki, nem tudom, most se tudom. A levélben azt is említette volna, hogy a műtét közben érezte az égett szagot. Hogy nem én, hogy akik körülöttem voltak. A két műtős, mert pont első műtött voltam. Volt két anesztesem. Ugye ott volt a dokim, meg ott volt a két műtős gyerek, mert fiatal emberekről beszélünk, és mondom, hát kérdezem a műtőstől, hogy nem tetszettek itt valami érdekes szagot, mert mégiscsak emberi bőr égett először, utána meg a húsom. Ők nem éreztek semmit. Mikor történt ez a műtét? Szeptember. Akkor lassan most már egy hónapja, hogy igen. Így gyógyul a serv, és azt a lábát meg nem tudja használni. Nem. Ezt úgy tudom, hogy csak arrébb rakom, mert tudom, én mindenki menni tudok rajta, sem lépcsőzni nem tudok, mert utána megjön az a hatalmas fájdalom, amitől már írtózom, meg már félek, amikor már érzem, hogy innen a lágyéktól lefele, és akkor a lábszár is itt valahol távozik, és más nem érzek a lábamba. Biztos már, én nem tudom, engem már vasaló rázott meg. Egy olyan érzést érzek, mint mikor így, nem tudom, rázna valami. A kórház egyébként küldött valami, nem tudom én, levelet, valamiféle olyan, amiben legalább elnézést kérnek, vagy nem, bármi egyéb? Nem. Akkor így el nem fordulok semmiféle, vagyis hát nem nyilatkoznák senkinek se. Semmit. Azt mondja a főorvos én nekem, meg hát ott mindenkinek, aki ott volt a rendelőben, hogy aki forgalmazza, vagy aki ez a párna, az kategorikusan kijelentette, hogy aznap, az én műtétem napján azok a párnák nem csinálhatták ezt én velem. Na én akkor leugrottam, nem is tudom, hogy tudtam, leugrottam az ágyról, mondom, főorvos úr, kérek nevet, hogy ki ez az illető, vagy KFT nevet, vagy bármit kérek, mert mondom, most ha kell, a földalú előveszem, mert már akkor zokogtam, mert mondtam, hogy ilyen nincsen. Hát itt a tény, meg itt a tény. Nem tudom, és akármit csinál velem, ha kibelez, ez az igazság, és éppen amit tetszett kérdezni, hogy még egy elnézésre kértek, sőt azt mondta nekem most 2 héttel ezelőtt a kezelőorvos, az urológus, hogy a férje olyan szépen kezeli a lábát, hogy ráér 2 hét múlva jönni. De könyörgöm, a férjem nem ápoló. A másik szégyen meg az, ugye mondtam, hogy a kardiológián dolgoztam, ott szereztem meg a betegségemet, mert én a betegekért mentem dolgozni, és elfelejtettem enni, inni. És ismerős doktornőhöz vittek be a mentős fiú,
és még be se tóltak az ajtón, csak kinyitották a fiúk az ajtót, amikor azt mondta, na én nem fogom itt, na én nem fogom itt, hát most miért fogjam itt? Mondom neki, aranyos doktornő, én ha nem kell, úgysem maradok itt. Mert mondom, jó lenne, hogyha valami ultrahang, vagy mit tudom én, hát azért trombózis gyanújába küldtek be. Na azért oda elküldött, meg vért levetette, meg stb. Ismerős, akinek éveken keresztül a keze alá dolgoztam, a betegeit ápoltam, mindent megcsináltam. Természetesen szerettük volna megkérdezni a kórházat is, csütörtökön írtunk nekik levelet, azóta nem kaptunk választ, pedig ugye szerettük volna meghallgatni a másik felet is. Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy erre még várnunk kell.